Felszabadult örömmel, hangos kiáltással hivatalosan is véget vetettek a Bethlen iskola tanulói az idei tanévnek. A hosszú embert próbáló év után alig várják, hogy elkezdődjön az igazi szünidő. Mindenki mást vár az idei nyártól. Várod már a nyári szünetet? Nagyon várom, mivel fogunk menni így el egy akváriuszba Budapesten. Játszani fogok, lejönnek a unokatesóim, és velük fogok biciklizni. Én majd elmegyek Balatonlelére, és ott majd fürdök, meg ilyesmi. Én a családommal el fogok menni nyaralni, ugye fel fogjuk elíteni a medencét, a trombolint, és a testvéremmel fogok majd szaltózgatni. Mivel fogod tölteni a napokat? Hát legtöbbször, hogyha felállítjuk, akkor medencézni, de fogom még a kutyámat sétáltatni, és játszani a testvéreimmel. A tanároknak nem fejeződik be az idei tanév. Az évvégi adminisztrációs munkák mellett júliustól 4 hetes Erzsébet tábor tartanak, közel 300 gyermeknek, és a gyermekfelügyeletről is gondoskodni kell igény esetén. Erre kérte az oktatási hivatal az intézményeket, a szaktárca is, hiszen a járvány miatt a szülők már tavasszal kivették szabadságuk jelentős részét. Az elmi rendelettől függetlenül is ez nagyon sokszor így volt nálunk, hogy a szaktanárok szívesen álltak a diákok rendelkezésére tanév közben és akár nyári időszakban is, és segítettek különböző vizsgákra való felkészülésben, ami most az elmi rendelettel összhangban van ilyen módon is, de már olyan diákunk is van, aki most jelentkezett 10. évfolyamot most zárta le, és szeretne emelt szintű érettségit tenni, és már most nyáron szeretné elkezdeni a szaktanárával a felkészülést, úgyhogy vannak ilyen nagyon szorgalmas diákok is, hogy nem bízzák a véletlenre, és nem hagyják az utolsó napokra, hanem 2 évvel korábban már nyáron szeretne készülni a érettségi vizsgára. A nyári szünet idén június 16-ától augusztus 31-ig tart. A következő 2021-22-es tanév szeptember 1-én szerdán kezdődik.